Na hát sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, elnézés, hogy ilyen szokatlan helyről, csak szeretnék erre a híre gyorsan reagálni. 2022-ben Budapest rendezi az Európa Ligának a döntőjét. Ez mindenképpen egy nagy lehetőség nekünk, bár tudom nagyon jól, hogy euh, inkább bajnokok ligája döntőjében gondolkodtak sokan, de ez is arra jó lesz, hogy megmutassuk Európának, hogy mink van. Puskás Arena meg egy tényleg bárki bármit mondhat, egy gyönyörű, szép stadion, az, hogy most sokan azt gondolják, hogy teljesen fölösleges, én is azt mondom, hogy kisebb, jó lett, jobb lett volna. Ez azt jelentheti egyébként, hogy bajnokok igája dönt, az egy kicsit tolódik, tehát nem valószínű, hogy ugye megrendező 2022-ben az Európa Liga és ha mondjuk rá két év múlva meg BL döntőt kapunk. Szerintem onnantól ez egy jó tíz évnek azért el kell telnie, hogy, hogy BL döntőnek adhassunk otthont. Nem baj egyébként, ez is azt jelenti, hogy, hogy valami nagy meccs már lesz, azért, mert csak Európa Liga az nem feltétlenül jelentheti azt, hogy, hogy az, az szara meccs lesz, azért már mondjuk esetleg gyengébb, de nem mégis biztos, hogy gyengébb csapatok. Mert van, hogyha mondjuk idejön egy Manchester United, vagy akár, akár egy, egy Inter, egy Atletico Madrid, vagy ilyesmi, azért ez nem rossz mindenki ide akar majd eljutni. <laughs> Ez lesz el jó benne, hogy, hogy akik a, akik a, a Európa Ligába bejutottak, azoknak egy céljuk lesz, hogy itt legyenek a 2022-es Budapesti döntőben. Ez szerintem mindenképpen nagyon király. Csak egy ilyen gyors akciót szerettem volna erre a videóra, illetve aki esetlegesen valamilyen valamilyen úton, módon vagy valamilyen oknál fogva nálam értesül erről, akkor, akkor csak hogy tudjatok róla. Meg hát foc is hír, úgy voltam vele, hogy erre mindenképpen reagálni kell. Az UEFA egyébként nem csak a budapesti helyszínt jelölte jelöltek ki, hanem még a női bajnokok ligája döntőt is. Ö, ugye torino rendezik majd 2022-ben, mert hát ilyen-olyan ilyen, ilyen, ilyen rendezvényeknek a döntőjéről ö, szavaztak, vagy nem tudom, azt jelentették be. Ez mindenképpen nagy dolog én, én Béjának nyilván jobban örültem volna, szerintem ezzel vagyunk páran így, de ez legalább tuti. Tehát ez az, ez az, ami legalább tuti, ugye nagyon sokan szeretnének Bajnokok Ligája döntőt rendezni, valószínűleg Európa Liga döntőt is. Feltételezem, hogy Európa Liga döntőre kisebb, ennél kisebb stadionok szoktak jelentkezni. Ugye volt jó pár évvel ezelőtt Bukarestben döntő, azt hiszem olyan 50 valahány ezer fős a stadion. Itt ugye 68 ezer ember ki tud majd Jönni. Biztos, hogy nagyon keményen visszak egyébként a, a, a budapesti rendezés mellett. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!